A világhírű Kantemusz kórus immár 12. alkalommal köszönti a Nyíregyházára ide látogató magyar és külföldi kórusokat. A 2018-as évben olyan országok képviseltetik magukat a Nívós Fesztiválon, mint például Argentína, Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea vagy éppen Kína. A kórusok Nyíregyháza mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7 településén, Gyüre, Kisvárda, Nyírbátor, Nyírbogát, Tiszadada, Rakamaz és Válaj legszebb templomaiban és hangversenytermeiben lépnek majd fel. A nyíregyházi kórusverseny és kórusfesztivál mindig különleges. Különleges azért, mert nagyszerű, különleges azért, mert izgalmas kórusok jönnek ide, különleges azért, mert itt még a szabadidős tevékenységek is nagyon sokszínűek, de ez mindcsak egy ilyen általános beszéd volt. Az idei fesztiválnak a kóruson kívül az a különlegesség, hogy még egy visegrádi kórus találkozó is van benne. Reméljük, hogy összejön, és nagyon jó lesz, és ezzel a visegrádiak összetartozását mi is tudjuk egy kicsit segíteni. Ez azt jelenti, hogy Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából is érkezik kórus 2 napra. A Kantemusz gyermekkórus a közelmúltban Bázelben járt egy európai ifjúsági fesztiválon, melyen szintén nagy sikerrel szerepelt a nyíregyházi kórus. Meghívásos alapon válogatják ki az énekkarokat. Nem jelentkezési alapon van. Pontosan kigondolják, hogy melyik országból melyik énekkarra van szükségük. Így 11 európai országból, illetve 10 európai országból és Dél-Afrikából meghívott vendégkórus, valamint 8 svájci énekkar találkozott ezen. A fesztivál igen magas színvonalú volt, nagyszerű volt a szervezés. A svájci közönség, úgy látom, már tudja, érzi, hónapokkal korábban előre megveszi a jegyet, mert tudja, hogy mindig a legmagasabb szintű énekari produkciókat kapják. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, az augusztusi fesztiválra Nyíregyházán is érdemes időben jegyet váltani, hiszen a színes kavalkádra, mint minden évben várhatóan, idén is számos érdeklődő várható.